Orbán Viktor ma Rómában van, ahol találkozik a római katolikus egyház fejével, Ferenc pápával. Azt ugyan tudjuk, hogy találkoznak, de azt nem tudjuk, hogy miről beszélget egymással a pápa és a magyar miniszterelnök. Pedig van miről beszélgetni. Nagyon remélem, hogy az elmúlt hónapok megjelent sajtóhírei és az áldozatok megjelenése után a magyar miniszterelnök megkéri a római katolikus egyház fejét arra, hogy segítsen rávenni a magyar katolikus egyházat, hogy ne tussolják el tovább a pedofil ügyeket, és igenis legyen vizsgálat az elmúlt évek, évtizedek szexuális bűncselekményeiről, és hozzák is nyilvánosságra azokat a gépbűnösök. Ahogy mondtam, az elmúlt években, évtizedekben rengeteg ilyen ügy volt. Ezekről azért tudunk, mert az áldozatok bátran kiálltak, különösen az utolsó években, és a magyar sajtó megírta ezeknek az eseteknek egy részét. De nem tudjuk, hogy pontosan mennyi esetről van szó, mennyi olyan ügyről van szó, ahol katolikus papok a Bibliára hivatkozva, a Bibliával takarózva gyerekeket erőszakoltak meg. Az elmúlt hetekben, hónapokban számtalan írásbeli kérdést nyújtottam be Semjén Zsoltnak, aki saját bevallása szerint is a papokkal való kapcsolattartásért felelős egyházügyi miniszterelnök helyettes. Mindig csak elutasítást kaptam. De elutasították két nagyon fontos javaslatunkat is. Az egyik javaslatunk az volt, hogy az országgyűlés hozzon létre egy vegyes vizsgáló bizottságot civilekből és egyházi személyekből, amelyek feltárnák ezeket a bűncselekményeket és megneveznék a bűnösöket. Elutasította a fideszes többség és a KDNP is ezt a javaslatunkat. Másik javaslata az volt a Demokratikus Koalíciónak, hogy ilyen bűncselekmények esetében legyen mindenkinek feljelentési kötelezettsége. Szexuális gyerekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények esetében mindenkinek, a katolikus egyháznak is legyen feljelentési kötelezettsége, és ne saját berkein belül vizsgálódjon csupán. Ezt a javaslatunkat is elutasították. Teljesen érthetetlen, hogy Semjén Zsolt, aki az egyházügyekért felelős a kormányon belül, miért védelmezi azokat a katolikus papokat, akik szexuális bűncselekményeket követnek el, akik gyerekeket erőszakolnak meg. És amikor a parlamentben ezzel szembesítettem a kormánytöbbséget, akkor mindenféle kommunistának elmondtak. A jobb oldalnak köszönhető az, hogy szent tehénként tekintenek az egyház, és ha valaki fölmeri vetni ezeket a kérdéseket, akkor rögtön egyház és vallásellenességről beszélnek. A katolikus egyház pedig Magyarországon egész egyszerűen lapít. Pénzért vagy képmutatásból, ki tudja. De minden esetre bújtatják ezeket az ügyeket. Az áldozatok bátorsága és a sajtó, valamint nekünk köszönhető az, hogy ezek az ügyek napirenden vannak. De tovább kell lépni. Éppen ezért elvárjuk, hogy a magyar miniszterelnök a mai látogatásán kérje meg Ferenc pápát arra, hogy gyakoroljanak nyomást a magyar katolikus egyházra, hogy legyen ilyen vizsgálóbizottság. Ha ezt nem teszi, nyilvánvalóan nekünk kell megtennünk, éppen ezért levélben fogunk fordulni ő szentségéhez, hogy ő maga tájékozódjon és kapjon megfelelő tájékoztatást arról, hogy mi történik a magyar katolikus egyházon belül, hogy hogyan lapítanak, sunnyognak ezekben az ügyekben, és hogy gyakoroljon nyomást a magyar katolikus egyház vezetőire annak érdekében, hogy ezeket a gyerekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményeket feltárja a katolikus egyház, és megnevezze végre a bűnösöket. Mert nem elég, hogy ezeket az embereket egyik egyházmegyéből a másikra helyezik. Vagy éppen aztán szépen csendben elbocsátják őket, hogy gyors étteremben folytathassák bűnös tevékenységüket. Meg kell őket nevezni, és hogyha lehetséges, meg is kell őket büntetni. Ez ma Magyarország érdeke, ez minden magyar gyerek érdeke. Mert Magyarország valóban felelős mindenkiért, minden gyerekért. És lehet, hogy a jobb oldalnak, és a Fidesznek, és a KDNP-nek elég ez a sunnyogás, ez a lapítás. De nekünk, szociáldemokratáknak soha.